értéket adunk az időnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves televízió nézők, ezen a mai szerdán, május 15-én a János Evangélium 17. fejezetéből hallgassunk meg néhány sort. Jézus főpapi imájában így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, amelyet nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való szented meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. Ezek az evangélium igéi. Mindenek előtt arra figyeljünk, hogy ugye túl vagyunk a mennybe menetel ünnepén, áldozó csütörtökön, és nyakunkon, hála Istennek nyakunkon, a pünköst, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Így hát az utolsó percekre, amit még együtt tölt Jézus az apostolokkal is gondolunk, de már arra az állapotra is, amikor igenis nincs közöttük. És mégis valahogy folytatnia kell azt, amit elkezdett, sőt, meg kell koronáznia a Szentlélek elküldésével és ezért imádkozik búcsú beszédében Jézus. Imádkozik. Nem valami fura dolog ez, hisz, hát ki ő? Tökéletes Isten és tökéletes ember, úgy szoktuk mondani, Isten ember, a második isteni személy. Az imádkozás az ember Istenhez szólása, Isten dicsőítése, és esetleg Istentől való segítségkérés vagy még jobb esetben hálaadás, vagy hálaadás is. Most imádkozhat-e Isten az Istenhez? Nos, akkor igen, ha Isten emberről van szó, és olyan tökéletes ez az emberi része is a mindenható Istenem belül Jézusnak, hogy annyira azonosul az ember létével, hogy igenis képes arra, hogy itt most felülkerekedjék benne az ember egy kicsit az isteni mi volt fölé, és így meg tudja szólítani magát az Istent. Ugye azt mondja, hogy a te nevedben tartsd meg őket, atyám. Hát a te nevedben való megtartás tulajdonképpen azt jelenti, hogy a benned, és hát ha benne az atyában, akkor a fiúban való megtartás is. Tehát imádkozik azért, hogy ne csak ők ketten legyenek tökéletesen egybeforva, ahogy ezt Fülöp apostolnak mondja egyszer Jézus, aki engem lát, látja az atyát is, és én, én és az atya egy vagyunk, hanem az Isten és az ember, aki most olvassa az evangéliumot, aki elmélkedik erről az utolsó búcsú beszédről, ugyancsak forjon egybe. A nevében való egység azt jelenti vele való egység. Az Ószövetség idejében úgy mond, Isten nevét, Jahve vagy Jehova, nem volt illő, sőt, nem volt szabad kimondani. Helyette mondták, hogy mindenható, vagy örökké való, vagy például egyszerűen atya, abba, és ezzel már kimondta a nevet, és bizony a név olyannyira meghatározó, hogy aki a nevét mondja, az már azt szólítja meg, akit az a név illet, és aki a nevében megmarad annak a másiknak, az benne marad meg. Kicsit kacifántos dolog ez, de hát persze, hogy az hisz, a Szent Áromság mélységes titkát alig tudja az ember fölfogni. Mégis tény, hogy Jézus imádkozik, és helyettünk is mondja azokat a szavakat, amelyeket ő maga, mint Isten ember fogalmaz meg. Nem csak néha-néha, gyakran halljuk, vagyis hát olvasok a Szentírásban, hogy Jézus imádkozik. Az egyik nagyon érdekes ilyen imája, amikor Lázár sírjánál azt mondja szó szerint, hogy tudom én, hogy meghallgatsz, hálát adok neked, hogy meghallgattál, tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülöttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. Tehát nem is annyira benne fogalmazódik meg a kérés a mennyei atya felé, hogy Lázárt Betániában támaszza föl, hanem ezzel akar minket megtanítani, hogy így körülbelül ezekkel a szavakkal és ilyen hittel kell imádkozni. És akkor egy ekkora csoda is megtörténhet, hogy a már néhány nappal ezt megelőzően meghalt Lázár, újra él. De térjünk vissza a főpapímához. A főpapímában most nem a vihar lecsendesítését kéri a mennyei atyától, nem egyéb csodát akar művelni, hanem azt kéri, hogy mi egyek legyünk. De elképzelhető-e az, hogyha akkora csodát, megtesz a mennyei atya, az ő szent fia, a második isteni személy kedvéért, mint amikor a csoda volt Lázár föltámadása, föltámasztása, akkor ezt a kívánságát, hogy mi egyek legyünk, ezt a kívánságát nem teljesíti. Ezért egyértelműen kimondhatjuk, kedves testvérek, hogy biztos, hogy egyszer meghallgatja Jézus, illetve meghallgatja a Szent Áromságos Egyisten ezt a kívánságot, hogy mi egyek legyünk. A probléma csak az, hogy az ellenpólus, a gonosz lélek természetesen azon ügyeskedik, hogy ennek éppen az ellenkezőjét tegye közöttünk. A különböző fórumokon tapasztalható széthúzás a gonosz műve. És Hadd mondjam, úgy érzem néha, annyira megszoktuk már, hogy mi, majd mindjárt felsorolom, hogy milyen szituációkban kvázi háborúskodunk egymással, hogy már lassan nem is hisszük el, hogy lehetne tökéletes harmónia, tökéletes szeretet, béke, egység az emberek között, illetve ennek eredményeként ember és Isten között. Nézzük meg, hogy állnak ma például a családon belüli kapcsolatok. Milyen óriási szakadás van például nem csak házastársak, hanem gyerek és szülő között. Milyen döbbenetes, hogy a szülő úgymond lazít ezen a kapcsolaton, és engedi, hogy valami más vagy valaki más jobban vonzza az ő gyermekét, mint ő maga. Fölbomlik a szüle és a gyerek közötti harmónia, amikor a gyerek órákon keresztül nem a szülővel foglalkozik. Persze miért? Zárójelben megjegyzem, mert a szülő nem foglalkozik ővele, hanem internetezik, a mobiltelefonját nyomogatja, és így elszakadnak szinte egymástól. Valamikor régen is mondták a kis-kamaszkor, vagy hát a kamaszkor, a bakfis lányok. Kora, az szinte egyértelműen hozta ezt magával. Hogy igen, úgymond a saját lábára akar állni, és ezért eltávolodik a szülőtől. De ma már, majdnem azt mondom, hogy már óvodás kortól kezdve tapasztalható ez a szakadás, és amíg régen bízott abban a szülő, az édesanyja, édesapa, hogy majd túl leszünk ezen, és majd benő a gyerek fejjel ágya, most kérem szépen, olyan távolságba szakadnak egymástól, hogy már nem tudnak újra közeledni egymáshoz. Vagy hát sajnos, körülnézhetünk saját nemzetünk történelmében. Mennyi jó koponya, mennyi fantasztikus tudású, képességű ember van ebben a 10 millió nagyságrendű közösségben. Milyen sokra vihetnénk, ha egység tudna lenni közöttünk? emlékszem egyszer egy zongora, illetve orgona művészt láttunk vendégül Tiszaföldváron, csodálatos hangversenyt adott, és utána az asztal mellett is elbeszélgethettünk még vele. Jó néhányan szívesen jöttek, és ültek a terített asztal mellé. Ő ott megismerkedett ilyen-olyan egyház egyházközségünk tagjaival. És soha nem felejtem el, valahogy úgy búcsúztunk, hogy, hogy ő azt mondta, ez egy fantasztikus közösség, hogy itt mennyi, mennyi értékes ember van. És biztos, hogy éppen ezért sokra viszi ez a közösség. De hát miért csak egy egyházközségen belül, és miért csak néhány egyházközségen belül van ilyen harmónia? Miért nincs nemzetünk szintjén? És akkor a harmadik lépcsőfok, így mondhatom, milyen tragédia az, hogy már természetesnek vesszük, hogy a két kezünkön nem tudjuk megszámolni, hogy hány helyen van ebben a pillanatban is földünkön öldöklés, egymás ellen fordulás, háborúskodás, gyilkosság. És minden ilyen széthúzás, legyen az tehát családon belül, nemzetem belül, az emberiség történelmében halált okoz. Gondoljunk bele a családon belül, hát nem születnek meg a magzatok elindul az élete, és halál. Vagy éppességgel teljesen nihilista, és ez a szó maga is ugyanazt jelenti, megsemmisült lesz. Az, aki elszakad a másik embertől, aki ez valamilyen szinten még mindig, ha nem is úgy, mint a köldök zsinoron keresztül magzat korában, de kellene, hogy kötődjön. Nincs tekintéje előtte a szülőnek, nincs tekintéje a pedagógusnak, nincs tekintéje a papnak. És ezért valamilyen szintjén élete halott, haldoklik. És ugyanígy nemzetünkön belül hány és hány ember élete ma már csak vegetálás. Azért eszik, hogy dolgozni tudjon, és azért dolgozik, hogy megint enni tudjon. Világviszonylatban pedig jó, ha nem ha szembesülünk naponta azzal, hogy hány és hány ezer és ezer ember hal meg, mert a másik ezer és ezer, millió és millió nem törődik vele. Nem vesszük tudomásul. Nos hát érdemes most a Szentlélek közelette kapcsán megfogalmazni kéréseinket. A Szentlélek mindig összehozni akarta az embereket. Egy nagy kvázi testé az anyaszent egyházát tenni minnyájunkat. Veni Sancte Spiritus, jöjj Szentlélek Úristen, attól, hogy tudjunk imádkozni hittel az egységért, és ne lássunk senkiben ellenséget, maximum ellenfelet, de mégis hozzá érezzük, kötelesek vagyunk lehajolni, másokért kell, hogy éljünk, és nem önmagunkért. Ebben áll a Szentlélek csodája. Higgyünk benne, hogy bekövetkezik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!